Cirkusz és színjátékos falagon. 2024. május 31-én volt egy lakossági fórum Kósfalagon a Művelődési Házban a választással kapcsolatban. Nagyon érdekes dolgok történtek, erről szeretnék beszámolni. Először néhány szót magamról. Medvecki Zoltán vagyok, erdész, gombaszak ellenőr. Kisgyerek koromtól kezdve Kósfalag erdeit jártam, azokkal az erdészekkel, akik a királyréti erdészetnél dolgoztak, Homokanyagy István, Berellos Tamás, Koskár József, Szenyéri József, stb. Nagyon szerettem a természetet, és ez a természet szeretet egészen a mai napig elkísér. Én vagyok az a személy, akinek javaslatára Puher Szilvia, a zöldek a normális emberek pártjának képviselő és polgármester jelöltje elindult Kósfalagon az önkormányzati választáson. A Stefko, Stedra, Stibla, Drobinoha, Drexler, Schottner és egyéb más kósfalagiak ismertek számomra, hiszen nagyon sokat dolgoztam velük. Nem csak a munka vitt bennünket közel egymáshoz, hanem a hasonló érdeklődési kör. Együtt gombáztunk, agancsot gyűjtöttünk, pisztrángoztunk, és más egyéb dolgokat gyűjtöttünk az erdőből. Lényegében nagyon jól összebarátkoztam velük. Itt a mögöttem lévő erdő is kósfalagiakkal együtt lett ültetve, és hát még a kazánomat is kósfalagiak segítségével kötöttem be Szobon a malomvölgyi táborban. Nekem van a Börzsönyben a legnagyobb rovar, bogár, lepke, rák, hullatott agancs, kitömött állat, vadbőr, vadásztófa a gyűjteményem. Ezeknek egy jó része Kósfalagról származik, tehát úgy ismerem a Kósfalag környéki erdőket, mint a tenyeremet. Évtizedek óta azt a változást látom, hogy egyre nagyobb a pusztulás a Kósfalag környéki erdőkben. A patakoknak, forrásoknak egyre kisebb a vízhozama, egyre nagyobb a fakitermelés, egyre több problémát látok abban, hogy eltűnnek azok a gyakori fajok is, amelyek gyerekkoromban, ifjúkoromban még viszonylag gyakoriak voltak. Évek óta nem látok már pisztrángot, fürgecselét, nem látok kérészrajzást, nagyhős cincélrajzást, és hosszan sorolhatnám, hogy mivel lett szegényebb a világ Kósfalagi környéki erdőkben. Ez indított meg arra, hogy egyik tanítványomnak, Puher Szilviának, aki nagyon sok tanfolyamon vett részt, adtam azt a tanácsot, hogy induljon polgármester és képviselőjelöltként Kósfalagon, hogy ügydöntő népszavazással megmentsük a Kósfalag környéki erdőket a pusztulástól. A 2024. május 31-én Kósfalagon lévő választási fórum az egy előre megrendezett színjáték volt. Habár a polgármester biztosított bennünket arról, hogy a moderátor teljes mértékben alkalmas a feladatának ellátására, és mindenkitől független, egyáltalán nem erről adott tanúbizonyságot. Melyek voltak azok a megnyilvánulások, amelyekkel szemben nem járt el moderátorként? Először is azokat a személyeket, akik mint polgármester jelöltként vagy képviselő jelöltként nyilatkoztak, sosem utasította rendre, hogy a kérdésre válaszoljanak, ne pedig mellé beszéljenek. Ettől sokkal súlyosabb probléma volt az, hogy amikor Puher Szilvia polgármester jelölt beszélt, akkor folyamatos mormogás, bekiabálás, zörej hallatszott a nézőtérről, vagyis folyamatos zavarás történt az egész rendezvényen, mindez azért, hogy megzavarják őt.
mit kellett volna tenni a moderátornak. Először is azokat a bekiabálókat, morgókat, akik állandóan csak és kizárólag akkor zavarták a rendezvényt, amikor Puchher Szilvia beszélt, a másik polgármester jelölt esetében hallgattak, mint a sült hal, azokat az embereket neki fel kellett volna szólítani, hogy vagy befejezik a cirkuszt, amit csinálnak, vagy pedig hagyják el a rendezvénynek a színhelyét. Ezt nem tettem. A másik nagyon fontos dolog, amit még szintén meg kellett volna a moderátornak tennie, hogy azokat a személyeket, akik véleményt nyilvánítottak kérdés helyett, felszólítani, hogy a kérdést adják elő, és amennyiben erre nem hajlandók, meg kellett volna tőlük vonni a szót. Lényegében ez a rendezvény egyetlen egy irányba mutatott, Puchher Szilviát támadni minden lehetséges módon, ahogy a csövön kifér, és ebben a moderátor teljesen a kezére játszott ezen a karaknak. Klein Tibor polgármester jelölt jól tette, hogy nem vett részt ezen a rendezvényen, Blaskó Máté képviselőjelölt szintén jól tette. Az ilyen rendezvényeknek ugyanis semmilyen értelme nincsen, hogy valaki ezen részt vegyen. Természetesen hangfelvétel vagy képfelvétel, képrögzítés nem történt a rendezvényről. Ennek következtében a bizonyítás az nehéz, de nem lehetetlen. A bizonyítás eszköze nagyon sokféle lehet, de nekünk legkisebb gondunk is nagyobb attól, hogy Kósfallagon azokkal a helyekkel szemben háborúzzunk, akik úgy gondolják, hogy Puchher Szilvia személye veszélyt jelent az ő eddigi üzelmeikre, és ezért támadják őt. Nekünk nincsen más célunk és akaratunk, mint Kósfallagot és környékét megvédeni azoktól a fejleményektől, amelyek már elindultak az erdő pusztulásával és a benne lévő biológiai sokszínűség eltűnésével. Másrészt pedig az a célunk, hogy ne váljon ipari övezetté Kósfallag környéke, mint nagyon sok hely Magyarországon. Ügydöntő népszavazást akarunk annak érdekében, hogy a Kósfallaghoz tartozó terület semmilyen ipari tevékenységre ne adjon lehetőséget. Összeírtam, hogy milyen típusú emberek voltak e színjátéknak a részesei. Tehát egyrészt volt a moderátor, voltak a folyamatos bekiabálók, a kérdés helyett véleménynyilvánítók, a kérdésre nem válaszolók, a hazugvádaskodók, a szavakat kiforgatók, az alapzajt adó morgók, és állandó szövegeléssel zavarták a rendezvényt. Természetesen a pártatlan moderátor nem lépett fel egyikkel szemben sem. Lényegében ennek a rendezvénynek egyetlen egy célja volt, Puchher Szilviának a bemutatkozását lehetetlenné tenni, mindent elkövetni annak érdekében, hogy beléfolytsák a szót, lejárassák, megtámadják őt, ha kell, alaptalan hazugságokkal is. A legsúlyosabb az az állítás volt, ami nyilvánvaló hazugság is, hogy ő a szórólapjaiban hülyének nézte és nevezte a kósfallagiakat. Közreadok egy linket, amelyen az összes megjelent szórólapja elolvasható Puchher Szilviának. Egyetlen egyben sincs ilyen kinyilatkoztatása részéről. De ugyanakkor a moderátor eltűrte azt, hogy kérdés helyett
vádaskodások történjenek a rendezvényen. És itt szeretnék egy nagyon fontos dolgot megértetni minden kospalagi lakossal, amennyiben kiemelt állami beruházássá nyilvánítják Kospalag környékét, vagy pedig nemzetközi szerződést írnak alá Kospalag környékével kapcsolatban, akkor ugyanúgy nem fognak tudni a kospalagiak mit tenni ellene, mint ahogy nem tudnak ma a debreceniek, vagy nem tudtak a gyödiek. Mi pontosan nem lenézzük a kospalagiakat, hanem fölnézünk rájuk, ezért kerestük meg őket, hogy bölcsebbeknek gondoljuk a Kospalag lakosságát, aki a természettel szorosabb kapcsolatban van, mint Göd és Debrecen lakossága, és saját jól felfogott érdekében megteszi a népszavazás elindításához szükséges lépéseket. Ugyanis, hogyha a népszavazás nem előzi meg a már említett ipari területté való kiemelt beruházásnak a létrejöttét, vagy pedig a külföldi szerződést, abban az esetben Kospalag ugyanarra a sorsa jut, mint Göd és Debrecen. Annyit kell róla tudni, rólam még tudni, hogy az országban én vagyok a legsikeresebb a helyi népszavazások tekintetében. Több településen, Pest megyében és Nógrád megyében hulladéklerakókat akartak erdők helyén létesíteni. Természetesen az ott lévő lakosság egészen addig nem törődött ezzel, még körmükre nem égette probléma. Romhányban, Kartalon, Sződön, Versegen és több más településen azért sikerült győznünk helyi népszavazáson, hogy az erdőterület helyén azért nem lett hulladék lerakó, mert a lakosság saját érdekében összefogott velünk zöldekkel. És érvényes és győzedelmes népszavazást tudtunk tartani közösen. Ezt a sorsot szeretnénk Kospalag lakosságának is, azért, hogy önök megmeneküljenek ezen ipari beruházásnak a borzalmaitól. Hazánk első vegyszermentes erdészetét én hoztam létre Diósenőn, és megmentettem a Börzsönyt attól, hogy légi technikával vegyszerezzék. Ez még a kommunista rendszer idején történt. Most egy olyan rablógazdálkodás vette kezdetét, amelyet egyetlen egy módon lehet megakadályozni, és itt a labda a kospalagi lakosság és önkormányzat kezében van, hogy ügydöntő népszavazással szállalóvágásos üzemmódra megszavazni a lakosság részéről azt, hogy milyen fakitermelési mód legyen a Kospalag környéki erdőkben. Ez azért nagyon fontos, mert a szállalóvágás miatt csak és kizárólag azokat a fákat szabad kitermelni, amelyek a pusztulás előtt állnak. Az értelmetlen bontások, gyérítéseknek, illetve tarvágásoknak a kora így lejárna. A zöldek, a normális emberek pártja nem csak Kospalagon indított jelöltet, hanem Szobon, Márjanosztrán és Ipoly Damásban is. A 2024. május 31-i cirkuszszínjátékon Kospalagon nem csak Puhel Szilvia polgármester jelöltet támadták egyesek, hanem a pártomat is, amelynek elnöke és képviselője vagyok. A támadás oka a párt nevében rejtezett. Miért normális emberek pártja? Erre szeretnék most magyarázatot adni. Törvényi alap az Európai Uniós döntésre. A 378 szavazattal 255 ellenszavazat
és 42 tartózkodás mellett tető alá hozott állásfoglalás kijelenti, hogy a szexuális, illetve reproduktív egészséghez fűződő jog alapvető eleme a női jogoknak és a nemek közötti egyenlőségnek, mivel bizonyos körülmények között a transznemű férfiak és nem bináris személyek is tehérbe eshetnek, az ilyen esetekben részesülniük kell a terhességgel és szüléssel kapcsolatos gondozásra vonatkozó intézkedésekben, a nemi identitásuk alapján való hátrányos megkülönböztetéstől mentesen. Nem bináris, ez a kifejezés olyan személyekre vonatkozóan használják, akik nem kizárólagosan férfiként vagy nőként azonosulnak, beleértve azokat is, akik semmilyen neműként nem azonosulnak, a férfitől és a nőitől eltérő neműként azonosulnak, vagy egynél több neműként azonosulnak. Mi azért vettük föl a Normális Emberek Pártja nevet, hogy megkülönböztessük magunkat azoktól a nyugati zöld szervezetektől, akik szerint a férfiak is szülhetnek. Mi teljes mértékben a biológiai törvényszerűségek és a természeti törvények szerint gondolkodunk, és emiatt még soha sehol támadás nem ért bennünket, csak Kósfalvon.